A Vésztői Pallaszaténi Város és Falu Védők Egyesülete idén is útra kelt a megszokott szakmai kirándulásukra. 2014. május 20-án kedden szálltak buszra az Egyesület tagjai, és több helyszínre is ellátogattak a kapcsolattartás és a 2015-ben megrendezésre kerülő Országos Város és Falu Védők Találkozójának és szakmai konferenciájának népszerűsítése érdekében, hiszen jövőre Vésztő adhat helyszínt ennek az eseménynek, amely már 25. alkalommal várja az érdeklődőket és az egyesületeket. Első megállója a csapatnak Szarvason volt a Vízi Színháznál. Már az út elején akadt látnivaló bőven. A vésztőiek körbejárták a színházat, amely nemrég épült, és ami számos szabadtéri rendezvénynek ad helyet. A rögtönzött városnézés után az egyesület tagjai ismét buszra szálltak és meg sem álltak Tata városáig. Mikor megérkezett a csapat, az alpolgármester és a városi főépítész fogadta őket. A köszöntések után az egyesület átadta ajándékát és előadták műsorukat, majd egy kis összefoglaló filmet nézhettek meg Tatáról. Thank you.
Kis Zsolt, Tata főépítésze bemutatta nekünk a várost, elmondta, mi az, amit érdemes róla tudni, és melyek az említésre méltó helyek egy turista számára. Tata részben a királyok városa is, ezért kiemelt a Tatai vár, ami Mátyás, illetve Zsigmondnak az egyik fő pihenőhelye volt, vadászkastélya, vagy vadászvára. Tata vizekről híres, az Öregtó, a Derítőtó, a Cseketó, az Általér, fényes fürdő, illetve az a sok malom, amelyek közül sajnos már egy sem működik, de mind a tatai vizekre épült. Itt található az Eszterházi grófok egyik kastélya. Erősen rányomja a bélyegét egyébként Eszterházinak a működése Tatára. Ő csinált barokk várost Tatából. Megbízott egy tehetséges építészt, Fellner Jakabot, akinek rengeteg terve, illetve épülete állít a városban. Egyik kiemelkedő maga az Eszterházi kastély, de a Szentkereszt Plémánia templom, ami szintén a város egyik híres nevezetessége, illetve a Piarista rendház, ami sokáig kollégiumként működött, most üresen áll, keressük a hasznosítását. Mind olyan épület, amely úgy gondolom, hogy vonzó lehet az ide látogatóknak, de számos olyan lakóház is található itt, ami mondjuk nem Fellner alkotása, de vonzó lehet az ide látogatók számára. Fontos lehet még megemlíteni a fényes fürdőt, ami egy természeti környezetben található strand. 20-24 fokos víz tör elő a mélyből. Szerencsénkre ez a víz visszatért, mert a bányászattal elapadtak a források itt Tatán. Ez egy nagy vesztesége volt a városnak. Most kezdenek visszatérni a források, mivel a bányászatot felhagyták. A fényes fürdőn 30 ezer köbméter víz jön elő óránként. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség, ezt szeretnénk majd a továbbiakban még inkább kihasználni. Itt található az ország egyik legszebb golfpályája is, aki érdeklődő és szeretne ilyesmit befoglalkozni. Ott talál egy kalandparkot is. Az Öregtó alkalmas mindenféle vízisportra, talán most már a fürdőzésre is alkalmassá válik. Átalakították az Öregtavat is, a régi beton szegélyeket füvenyesítették, így még vonzóbbá válik a fürdőzőknek vagy az ide látogatóknak. Olyan kulturális események vannak a városban, amik szintén úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni. Itt a Vízzenevirág Fesztivál, ez egy háromnapos rendezvény, amikor 120 ezer ember is megfordul a városban. Mindenféle koncertek találhatók itt akkor, és minimális részvétel vagy belépési díj ellenében mindenki talál magának megfelelő programot. Horváth Lóránt, Tataváros alpolgármestere beszélt a városról, hány fő lakost is számlál, továbbá beszélt a település történelméről is. Hát egyrészt a város nagysága az egy 24 ezer főt meghaladó város. 1938-ban két településből, Tatából és Tatatóvárosból egyesült, és így lett Tata. Két különböző jellegű település, az egyik egy kertvárosias jellegű, a másik pedig egy vegyesebb szerkezetű, ahol van gazdálkodásra utaló nyom is, és ilyen hagyományok is vannak, illetve van egy jobban a mezővárosi tevékenységet jobban tükröző rész, és ennek van egy kálvárai domb része, ami meg egy a város kiemelkedő pontja. Szoktuk, vagy szeretnénk is Tatát az élővizek városának tudni, aminek minden alapja megvan, hiszen annyi víz van Tatán, több mint 200 hektárnyi vízfelettel rendelkezünk, és ezt színesíti még az is, hogy a korábbi bányászati tevékenység, ami itt a Tatai medencében volt, az megszűnt és elvitte a természetes forrásainkat, azok most újra
visszatérnek, megszólalnak ezek a források, és most már nem csak az égiek, hanem az alulról jövő erők is segítik a város vízzel való ellátását, és ez nagy öröm is számunkra, ugyanakkor meg feladatot is jelent természetesen. Az alpolgármester elmondta, miért is érdemes megállni városukban. Csak azt tudom mondani, amit én is érzek, és amit tapasztaltam, hogy érdemes tatán megállni, mert nagyon közel tud kerülni az ember, és nagyon gyorsan a természethez. Legyen az a Cseketó, legyen az az Öregtó, az Angol Park, a Tatai Vár, a Kastély, vagy adott esetben a Kilátó, és hogyha még távolabbra tekintek, akkor pillanatokon belül a környező hegyekben, zöldövezetben, védett területen, környezetvédelmi, természetvédelmi területeken tudnak lenni az itt megállók. Egy tó körül séta, az nálunk februárban, az egy természetes dolog, amikor az első olyan tavaszi nap kisüt februárban, amikor már láthatóan melegszik az idő, akkor hívás nélkül rengetegen vannak a tópartján. Tehát úgy látszik, hogy ezek a természeti adottságaink, ezek önkéntelenül vonzzák az embereket. Ez biztos, hogy a víz és az erdő együtt. Tata után egy újabb város felé vették az irányt a városvédők. Ez a város nem más volt, mint Győr. Lehetőségük volt az egyesület tagjainak ellátogatni a híres és gyönyörű Leijer székházba. A cégcsoport megvendégelte a vésztői csapatot, majd egy előadáson vehettek részt, ahol bemutatták magát a Leijer cégcsoportot. Dudás László, a Leijer cég dél-magyarországi területvezetője elmondta, hogyan is került a cégük kapcsolatba a vésztővárosával. Vésztővárosával az egyik partnerünkön keresztül, Aranyi Imre, Aranyi Kft-n keresztül kerültünk kapcsolatba, aki felkért minket, hogy ezt a rendezvényt jövő évben támogassuk álljuk mellé. A területvezető továbbá beszámolt arról is, hogy milyen szerepet vállal a Leijer cég a 2015-ben megrendezésre kerülő Városvédők Országos Találkozójában. A Város és Faluvédők Országos rendezvényéről van szó, ami 2015-ben ugye Vésztőn lesz megrendezés, kerül megrendezésre. Tehát a rendezvény támogatását mindenképpen nagyon hasznosnak tartjuk, hiszen példa erre ez az LCC, a Leijer City Center régi épületekből milyen új funkcióval ellátott új épületeket lehet létrehozni, tehát az ilyen rendezvényeket mindenképpen hasznosnak tartjuk, és teljes mellszélességgel mellé állunk. A Leijer City Center az egykori Frigyes laktanya helyén épült, pontosabban újult fel a régi romos épületekből. Az első nap több helyre is el tudott látogatni a Városvédő Egyesület. Győr után a következő helyszín Moson-Szent Miklós volt, ahol elsőként a város katolikus templomát tekinthette meg a csapat, majd a városi általános iskolába látogattak el a vésztőiek.
Az iskolában előadták az egyesület tagjai műsorukat, majd következtek az ajándékok átadásai. Nagy örömmel fogadták a Moson-Szentmiklósiak a csapatot, az iskolában megvendégelték őket, majd egy prezentációt tekinthettek meg magáról az iskoláról. Simon Beatrixt, Moson-Szentmiklós Faluvédő Egyesület elnökét megkérdeztük, hogy hogyan is került kapcsolatba a vésztői városvédőkkel. A Moson-Szentmiklósi Faluvédő Egyesület 2005-ben alakult, és az alakulásunk után mi is beléptünk a Hungária Nostra Város és Faluvédők Országos Szövetségébe, és akkor eljártunk minden éven az országos találkozóra, és itt ismerkedtünk meg az ország különböző részeiben működő civil szervezetek képviselőivel, többek között a Vésztői Városvédő Egyesülettel is. A Faluvédő Egyesület elnöke továbbá bemutatta településüket, és beszélt az egyesületükről is. Körülbelül 2500-an lakják. Moson-Szentmiklós település Győr és Moson-Magyaróvár között helyezkedik el körülbelül fél úton, 20-20 kilométer távolságban. Talán Moson-Szentmiklós község nevét onnét is ismerhetik a kedves vésztői, szekhalmi és dévaványai barátaink, hogy a településen született Kormos István költő, aki Vackorról, a Piszén Pisze kölyök mackorról írta a verseit és a meséit. Községünkben született még Niki Sartú, világhírű zeneszerző és karmester, illetve hát vannak még néhány olyan híres ember, akik nekünk voltak fontosak, és a mi településünket tették szebbé, és öregbítették a hírnevét. Mi a Moson-Szentmiklósi Faluvédő Egyesület 2005-ben alakultunk, alapvetően helyi értékvédelemmel, műemlékvédelemmel, természetvédelemmel, környezetvédelemmel foglalkozunk. Alakulásunk óta mi vagyunk a helyi újság kiadói, és 2011. március 1-én volt a Moson-Szentmiklósi Televízió első adása, és ezóta mi vagyunk a helyi televízió műsorszolgáltatója a Nemzeti Média Hatóságnál bejegyezve. És hát igyekszünk hetente mi is műsort készíteni, vannak saját készítési műsoraink, és épp az imént beszélgettem itt a kedves televíziós új barátainkkal, hogy remélhetőleg fogunk majd bemutatkozni műsorainkkal az önök televíziójában is. A napot Moson-Magyaróváron zárta a csapat. A városban számos látnivaló akadt, melyek nagy részéhez el is látogattak. Nézzük most meg képekben, merre is jártak a városvédők.
szakmai út második napján a délelőtt első megállója a Hédervári kastélyszálló volt, ahol a csapat felmérte az épületet és megcsodálta a szállót kívülbelül. Az építészeti remek mű lenyűgözte a vésztőjeket és maradandó látvány nyújtott a csapat számára. Második megállóként a csapat Dévényvárához látogatott el. Dévényváráról érdemes tudni, hogy a Duna és a Morva összefolyásánál egy hatalmas sziklaszirten áll és lenyűgöző látványt nyújt. Néhány méterre a kapu mögött a gyalogjárótól jobbra található egy római korból származó értékes régészeti műemlék. A várdomb hátán a gyalogút ketté ágazik. A gyalogút jobboldali elágazása a középkori vár középső és felső részének konzervált romjaihoz vezet. A középső vár udvarán található az 55 méter mély várkút. A kút melletti kilátó teraszról a Dunára és az osztrák Braunsberg hegycsúcsra nyílik a kilátás. A Duna és a Morva folyó kétszintű vízű összefolyásánál a gyönyörű tájból kimagaslik egy bástya ostromzatú, elegáns karcsú torony. A várárok feletti hídon és a lépcsőkön fel lehet jutni a vár felső részébe, ahol az őrtorony romjai találhatók, innét panorámaszerű kilátás nyílik a környékre. Varga József, a Pallas Athéné Város és Faluvédők Egyesületének tagja elmondta, hogyan is jött az ötlet, hogy a városvédők ellátogassanak Dévényvárához. Felvetődött bennem, hogy nézzük meg a Dévényi Várat, mint egy olyan nevezetességet, ami tulajdonképpen Pozsonyhoz tartozik, de nem igazán látogatott talán a magyar turisták által. Varga Józseftől megtudtunk néhány hasznos információt a várról, hogy mi is az, amit érdemes róla tudni. Tehát a Várhegy maga tulajdonképpen a őskortól kezdve lakott település, vagy lakott vidék. A rómaiak korában már egy erődítmény állott itt ezen a helyen. Tulajdonképpen a Morava és a Duna összefolyásánál áll a vár. A régi római, a Dunamenti kereskedelmi út és a Borostyán út kereszteződésében található, tehát ez adta a római időkben a vár jelentőségét. A római korszak elmúltával a Nagymorva fejedelemségnek is egy fejedelmi székhelye volt. Tulajdonképpen a szlovákok innen eredeztetik a vár történetét. A magyar vonatkozása a várnak, hogy a 13. századtól kezdve az ország nyugati határvédelmi erődítmény rendszerének a tagja a Dévényi vár. Tulajdonképpen egészen az 1400-as évek elejéig, 1420-as évekig királyi kézben lévő vár. Csak a mögöttünk látható öreg vár volt tulajdonképpen addig a korszakig meg. A 14. század, tehát 15. század elején közepén a garaiak kezébe kerül, tehát magánkézbe kerül a vár. Onnastól kezdve egészen a 19. század elejéig, a napóleoni háborúk koráig a magyar főúri családoknak a birtokában volt a vár. Többször bővítették, és a 16.-17. században volt a legnagyobb kiterjedése a várnak. Gyakorlatilag megnövelték, megtöbbszörözték a vár területét. Ennyit lehet röviden tudni róla. A napóleoni háború 1809-ben rombolták le, amikor Napóleon hadjáratot vezetett ezen a vidéken, és itt volt a győri csata. A várlátogatás után a vésztői csapat Pozsony felé vette az irányt, és városnézésre indultak, hogy felfedezzék a szlovák fővárost. A szakmai út során Pozsonyról Kis Bettina tervező építészmérnök beszélt, aki mint egy túravezető irányította és vezette a csapatot, közben pedig beszélt az épületekről és Pozsony történetéről. Pozsony történelmi magyar város. Nagyon sok döntés, csata is köthető Pozsonyhoz, így az utcák falai között, hát meg a várhoz természetesen. Már a honfoglalás idején sorsdöntő csata zajlott itt, a pozsonyi csata, így sikerült visszaverni a német-római császárságot, seregeit. Most éppen a Ventúr utcán vagyunk, vagy majd haladunk a Szent Mihály kapu felé. De a Szent Mihály kapu az egyedüli várkapu, ami fennmaradt a négyből. Tartozik még Pozsonyhoz. Gyönyörű szép váruk van, még meglátjuk, hogy feljutunk-e oda. Amit többször átépítettek, azért ide köthető Mária Terézia is, itt fogadtak neki hűséget a magyar nemesek, vérünket a királynőért,
ami azért szerintem így a történelemben nem sokszor hangzott el. Női királynő. Mi van még itt? Ezen az utcán rengeteg családi kastély vagy palota lesz. Már a római időkben is volt itt várkezdemény, meg falucska is. Sajnos így tehát a gótikában már nem sok minden maradt meg, de itt főleg már reneszánsz, késő reneszánsz, barokk épületek lesznek, klasszicizmus, az nagyon, főleg itt a paloták terén. Az a baj, hogy sokat átépítettek, hogy ami a gótikában megmaradt volna, az egy idő után reneszánsz lett, utána a reneszánsz barokk, és végül így helyenként rokokó stílusú épületek. Ki lehet elmenni még a Prímás palotát, ott ülésezett a felső tábla, a tükörteremben. Barta István volt a csapat vendéglátója a második napon, aki egy ebédre invitálta a vésztőjeket. Istvánról tudni kell, hogy felvidéki magyar, aki elmesélte, hogyan is lett Pozsonyban étterme. Mink Szerdahely, Dunaszerdahely mellett egy kis faluban lakunk, és naponta utazunk ide 40 kilométert Pozsonyba. Mikor ezt megálmodtam, ezt a vendéglőt, itt úgy gondoltam, hogy itt a magyarok magyar ételt fogják értékelni, hát be is jött a számításunk. Úgyhogy azóta 3 éve már ezt csináljuk. Megkérdeztük Istvántól, hogyan is került kapcsolatba a vésztői városvédőkkel. Hát az ismerkedés a Beatrix által, Simon Beatrix által lett, ugyanis mikor én ezt megálmodtam, ezt a vendéglőt, akkor őt kértem fel, hogy segítsen a megtervezésében. Ez azóta tart a kapcsolat. Molnár Sándor vésztőváros polgármestere is erősítette a csapatot a szakmai út kapcsán. A polgármester beszélt az útról és annak jelentőségéről. Maga Pallas Athéni Városvédő Egyesület szervezte ezt az utat. 7. alkalommal, tehát nem egy újdonság ez. Mindig egy meghatározott útvonalon próbálják bejárni azokat az építészeti és magyar kultúrához kötődő látnivalókat, ami fontos lehet egy-egy csoportnak, és amit meg tudunk ismerni mi is. Illetve tudunk olyan kapcsolatokat építeni, amely akár a városvédők közötti együttműködést erősíti, akár a települések, városok között. És most ez egy nemzetközi kapcsolatra bővült, amikor is a szomszédos régi Magyarország területén elhelyezkedő Pozsonyt is meglátogattuk. Molnár Sándor elmondta azt is, hogy a 2015-ben megrendezendő város és faluvédők találkozója hogyan is kapcsolódhatott ehhez az úthoz. Így van, ebbe tavaly hozott döntést a képviselőtestület, hogy támogatjuk ezt az ötletet. Nyilván ez is a városvédőktől ered, hiszen ők jártak már korábban is ilyen országos találkozókra, és most a jövő évben Vésztővárosa vállalnának a megrendezését, a város adna helyszínt ennek, és hát ez is egy kis hívogató volt, hiszen több magyarországi város települést is most körbe látogattunk, és hívogattuk a települések vezetőit, az ottani városvédő egyesületeket erre a találkozóra. Kazinczky Gyula, a Vésztői Pallas Athéni Város és Faluvédő Egyesület elnöke beszélt az út hagyományáról és az ezévi programokról. Egy szakmai úton vettünk részt, vagy mondhatjuk tanulmányi útnak is. Ez a Pallas Athéni Vésztővárosvédő Egyesület szokásos évi útja. Itt egy nagyon picit most kibővült a tevékenységünk, miszerint nem csak az épített környezetet vizsgáltuk, illetve próbáltunk tanulni minden egyes településen, hogy ki, hogy végzi el a faluvédő, illetve a városvédő tevékenységét, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a 2015 évi VFS, vagy Hungária Nostra, így is nevezhetjük, országos találkozójára minél több Magyarországon lévő városvédő települést és faluvédő települést tudjunk meghívni. Hát természetesen azon az útvonalon, ahol jártunk. Mi most egész pontosan Tatán álltunk meg legelőször, a Tatai Városházának, önkormányzatnak voltunk a vendégei. Ott közöltük, hogy milyen szándékaink is vannak. Először is a 2014 évi Sipos András emlékdíj dalversenyt és a Vésztei Népdal 1848-as katonadalfesztiválnak a hívogatóját mondtuk el, ismertettük. Nagyon szép dalokat adtak elő a művészeink, minket jól fogadtak mindenütt, és elmondhatom, hogy nagy érdeklődéssel várakoznak az ezévi rendezvényünk iránt is, és a jövő évi városvédős országos találkozó és szakmai konferencia iránt is. Tatát követően
Moson-Szentmiklósra utaztunk, illetve Győrben megálltunk a Leier Kft-nél. A Leier Hungária Kft. Stratégiai partnerünk a 2015 évi országos találkozó esetében. Elég jelentős pénzösszeggel támogatják a jövő évi rendezvényünket, a Kreaton Kft., illetve a Saint-Gobain csoport tagjaival együtt. A győri Moson-Szentmiklósi rendezvényt követően Moson-Magyaróvárra tudtunk elmenni, egy város látogatáson vettünk részt. Kaszai Farkas Emma mutatta be a várost, volt Vésztei Lakos, nagyon jól sikerült a város bemutató, nagyon felkészült volt, igazi Vésztei Lakos, de Moson-Magyaróváron lakik 10 éve, tehát nagyon ismeri a várost, és ezt követően mi Lipóton szálltunk meg, ott voltunk egy szállodában elszállásolva, jól éreztük magunkat, volt egy utastotónk, érdekességként elmondom, hogy nem Vésztei városvédő nyerte meg a versenyt, a 13 plusz 1-es tesztet, egy köröstarcsai vendégünk nyerte meg, nagyon ügyes volt, tudott mindenre választ adni. Különleges volt egyébként még ezért is az út, hogy több településről voltak vendégeink, akik velünk együtt utaztak. Okányból voltak, Vésztőről voltak, Köröstarcsáról voltak, Békésről voltak, illetve hát a televízió elkísért bennünket, mint az utóbbi időben mindig. És nagyon köszönjük a televíziónak a munkásságát, és azt, hogy az interneten keresztül, illetve a városi tévén, a környező településeken is bemutatják azt, hogy például milyen nálunk egy szakmai konferencia, milyen egy út, és hát ismertetik a tevékenységünket. Egy kis előzetesként az egyesület elnöke ízelítőt adott a 2015-ös Város és Faluvédők találkozójáról. A Város és Faluvédők Szövetsége, a Hungária Nostra, tagja az Európai Nostrának is, és ezáltal nagy a felelősségünk. Ezen a rendezvényen mi bemutatjuk majd Vésztőt és környékét, majd gyakorlatilag is lesznek buszos túrák, meg fogják ismerni a rendezvényen résztvevők, hogy milyen fontos műemléki épületek vannak, illetve településeket, településszerkezeteket. Nagyon komoly előadók fognak jönni, Nemes Roland Ybl-díjas építész. Hát talán azért lehet, hogy a dr. Winkler Gábor professzorúrral kellett volna kezdenem, Rádai Mihály az elnökünk, a szövetség elnöke, akkor Sárközi Zoltán fog még szintén érkezni Nagyváradról, építész, illetve a műemlékvédelmi területen nagyon sok helyen részt vesz. Ő ott egy elnöki funkciót is betölt egy civil mozgalom tekintetébe, és a dr. Lupsa Angéla is velünk lesz, tehát a társunk lesz. Itt különböző díjak kerülnek majd kiadásra, a Magyarországi Városvédő és Faluvédő mozgalmon belül. Nagyon érdekes lesz, tehát ez a durván 250-300 fő szerintem nagyon tartalmas rendezvényeken fog részt venni. Nagy szerencsénk van, hogy 2015. július első hetében lesz szintén a Vésztői Városnapok megrendezve, ami önmagában egy hatalmas dolog, hogy a város is saját maga nagyon-nagyon jól megszervezett és magas szintű rendezvényeket fog szervezni, és bárki, mivel nyitott lesz mind a két rendezvény, tehát átjárási lehetőség van. A Leier Hungária Kft., a Kreaton, illetve a Saint-Gobain csoport tagjai lehetőséget kapnak szintén, hogy ismertessék termékeiket, ismertessék azt, hogy a műemlékvédelem, értékvédelem területén ők milyen áldozatokat vállalnak, milyen anyagi konzekvenciával tudnak bírni, és a civil szervezeteknek milyen segítségeket tudnak adni. A hazaúton kifaggattuk a csapatot. Először is megkérdeztük, hogy ki hogyan szerzett tudomást az útról. Hát már régebben tavaly is részt vettem ezen a hasonló utazáson. Nagyon tetszett, és úgy gondoltam, hogy eljövök, ha meghívnak. Meghívtak, és szeretettel elfogadtam. Én a Bartók Béla Népdalköri Egyesületet képviselem itt ezen az utazáson, mint művészeti vezető, és én már a harmadik éve folyamatosan Kazinczy Gyuszi felkérésére teszek annak eleget, hogy egy ilyen népzenei missziót folytatunk az úttal kapcsolatosan, ugyanis a Városvédő Egyesületnek nem csak a városvédelemmel kapcsolatos a
a tevékenysége, hanem a művészetet is támogatja. Többek között ugye a 48-as fesztiválunk és a Sipos András dalversenyünket ezt közösen rendezzük, és ennek a promótálása volt tulajdonképpen a feladata ennek az útnak, úgyhogy én már ide, hogy mondjam, oszlopos tagként jöttem. Én nem először jöttem már el ezzel a csoporttal kirándulni, mindig nagyon színes a programjuk, és nagyon kedvesen fogadnak mindenhol bennünket. Nekem Tata nagyon kedves, én már ott jártam, nagyon színes volt az a program is, csak ott rövid idő volt, de úgy egészében is nagyon tetszett. Tehát maga a fogadtatás mindenhol, ahogy vártak bennünket, azok a nevezetességek, amiket megnéztük, mind értékesek. Én már a tavalyi szakmai úton is részt vettem, és az nagyon szimpatikus volt számomra, és azért jöttem el ebben az évben is. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kétnapos úton mi volt az, ami a legjobban tetszett a vésztőieknek. Mindegyik jó volt, szerintem. Nem tudnál kiemelni. Jó volt mindegyik. A városnézés. Hát nekem a Miklósi iskolának a bemutatkozása, az nekem nagyon tetszett az iskola, a felszereltsége, a pedagógusoknak a hozzáállása, a tanítás módszeréhez, meg úgy alapvetően az egész kis közösség, ami ott van. Lipóton nagyon tetszett az elhelyezkedés, nagyon tetszett a szálló, ugyanúgy a fogadás, vagy pedig a vacsora. Nagyon tetszett nekem az iskola. Csodálatos az, hogy 2400 fős kisfaluba egy ilyen vadis új iskolát tudtak teremteni, vagy kaptak, ahol számítás, technika, ugyanúgy főzés, oktatás, minden ilyen virágkötés, meg ilyesmit is gyakorolnak a gyerekek. Nagyon szép munka volt az is. Na, ott voltunk egy kicsit keveset. Ott lehetett volna egy kicsit többet, egy kicsit tapasztalni többet. Szerintem, de majd ezt még javítjuk. Ami nekem legjobban tetszett, az Tata volt, Tata városa. Én most szembesültem vele, hogy milyen szép. Jelenleg nekem a tatai kirándulás volt az legszimpatikusabb. Melyik is tetszett a legjobban? Talán a Lejjeres. Az nekem nagyon megfogó volt, nagyon tetszett az a műsor, vagy az a bemutatkozás, az egész épület. Egy embernek a munkássága, nekem az nagyon tetszett. Mondjuk a Sziget Monostori, vagy mi, hogy hívták azt? Miklósi. Mosonszert Miklósi hölgy. Na hát azt is maximálisan értékelem, hogy fiatalon ennyi mindent tudott alkotni, ennyi maradandót, hát az egy nagyon szép dolog. Nagyon tetszett az utazás és a program összeállítása is. Nekem legjobban a Dévényi Vár és Pozsony tetszett a legjobban, mivel nem jártam még a volt magyar fővárosban, és különösen megfogott Pozsony építészeti remek művei, hiszen olyan épületeket láthattunk, amely valamikor a magyar történelem helyszínei voltak. Nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Szerintem a többiek nevében is elmondhatom ezt. Leginkább hát a szállásunk az volt a legmegnyerőbb. Ugye akkor már pihentünk is végre, meg egy kicsit fel tudtuk dolgozni az előzően látottakat. Nagyon finom volt a vacsora, és egy kicsit tudtunk lazítani a medencébe, ami nagyon-nagyon jó volt. És hát a mai nap tulajdonképpen zárásképpen egy csodálatos dolog volt, hogy kijuthattunk erre nagyon szép helyre, ami szintén feledhetetlen szerintem mindenki számára. Végezetül pedig a csoport tagjai elmondták, hogy hogyan is érezték magukat a szakmai úton. Hát én jól éreztem magam, sőt a feleségem is jól éreztem magát. Nagyon szép volt, nagyon jó volt az út, kicsit zsúfolt volt az út. Talán azt tudnánk mondani, legalábbis javasolni Gyuszinak, hogy jó, ha elmegyünk ilyen messzire, de kevesebb programmal, mert annyira zsúfolt volt, hogy sehol se tudtuk megbizonyosodni, hogy mi, merre, hogy, mint. Szóval kis apró részleteket nem láttuk meg, nem tapasztaltuk, és nagyon jó volna, hogyha azokat is meglátnánk. Nagyon jó, nagyon jó a társaság, kedvesek, nagyon jó velük eljönni. Köszönjük szépen, nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük ezt a lehetőséget, hogy itt lehettünk. A legjobban
végül is a Dévény vára tetszett, igazán, nagyon-nagyon tetszett. El is döntöttem, mert én szoktam verseket írni, hogy erről az utazásról fogok írni egy verset. Nagyon tetszett az, amikor végigmentünk a vadgesztenye fásoron. Erről már olvastunk az interneten, mert igazából, tehát magáról az egyesületről is ott olvastunk. A 13 plusz 1-es totót sikeresen kitöltöttük, és meg is nyertük. Úgyhogy itt végül is nagy öröm volt, hogy itt lehettük. Nagyon tetszett az egész utazás. A kétnapos program nagyon jó volt, nagyon jó szervezés, és ezúton is köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jól telt ez a két nap, és bízom benne, hogy továbbra is folytatódni fog.